A Lakiteleki Népfőiskolán tartotta ünnepülését ma a Bács-Kiskun megyei közgyűlés. A rendezvényen Rideg László emlékezett az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire. A közgyűlés elnöke szerint október 23-a egy olyan ünnep a magyarság történetében, amely az összefogásról, a közösség és az egység fontosságáról szól. Hiszen, hogy élhető jövőt a Kárpát-medencében csak közösségeink újjáépítésével és megtartásával lehetséges. Ezt a szemléletet követi, és ezt a közösség erősítő feladatot segíti a Bács-Kiskun megyei önkormányzat is mindennapi munkája során a megyei identitásunk erősítésével. Az ünnepi ülésen adták át a testület elismeréseit is. Kecskemét polgármesterét az év polgármestere Bács-Kiskun megyében díjjal jutalmazták, a megyeszékhely dinamikus fejlődésének előmozdítása terén végzett példaértékű munkásságáért. Szemereiné Pataki Klaudia televíziónknak azt mondta, az elismerés nem csak személyének szól. Ez az elismerés rajtom keresztül annak a csapatnak szól, aki velem együtt dolgozik, úgyhogy ezúton is szeretném mindenkinek megköszönni a támogatását, azoknak a kecskeméti polgároknak is, akik hittek és bíztak bennem, hogy jó polgármesterük leszek, és ezt az utat szeretném tovább folytatni, járni. Nagyon nagy köszönettel tartozom mindenkinek. Kecskemét polgármestere mellett Bács-Kiskun megyéért díjat vett át Versegi János, a kecskeméti Verbo Kft. Tulajdonos ügyvezetője, a megye fejlődését segítő beruházások megvalósításáért, valamint mecénási tevékenységért. Bács-Kiskun megye vidékfejlesztésért díjat kapott Rakoncainé Kurunci Gyöngyi, a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kérelmezési osztályának szakreferense. A megyei közgyűlés posztumusz Bács-Kiskun megye nemzetiségéért elismerésben részesítette Sibalin Istvánt, aki 2006-ban Kecskeméten megalapította a horvát nemzetiségi önkormányzatot, és a horvát kultúra ápolásában elévülhetetlen érdemeket szerzett. Az ünnepi közgyűlés végén Kecskemét polgármestere kapta meg a felkérést arra, hogy a kitüntetettek nevében szóljon. Szemereiné Pataki Klaudia történelminek nevezte a mostani közös ünneplést, és azt mondta, reméli, hogy ezzel elindul egy szorosabb együttműködés a megyei jogú város, valamint a Bács-Kiskun megyei közgyűlés között.